Megmondom őszintén, hogy én beteg voltam szombaton a Pécs meccs után, vasárnap, hétfő keddi edzést kihagytam, de szerdán kettőt edzettem, csütörtökön pénteken edzettem, és senki nem kérdezte meg tőlem Honvéd ellen, hogy milyen állapotban vagyok, hogy tudom-e vállalni. Én tudtam volna játszani, nem kérdezték meg. És más játékos azt mondták, hogy hétfő kedden nem edzettem, és azért nem játszok. De viszont volt olyan játékos, aki kezdő volt, és ugyanúgy nem edzett hétfő kedden, csak ő nem beteg volt, hanem mondjuk kisebb sérülése volt. Mai meccsel kapcsolatban meg ez nem volt megbeszélve, élveztem a játékot, szerettem volna még játszani, de úgy néz ki, hogy hát nincs nagyon szükség így rám. Lehet, hogy a mai meccsre tartogattak igazából, de gondolom te sem azért igazoltál ide a Vasashoz, hogy ne játsszál. Így van, hát nekem ha azt mondja az edző vagy valaki, hogy nekem ne jöjjön ide a bárám, és nincs szükségem rá, akkor nem jövök. Ők engem le akartak szerződtetni a Vasas, és én szívesen jöttem. De úgy néz ki, hogy alig várják, hogy lecseréljenek, vagy ne játszassanak, de ezzel nincs semmi gond, csak meg kell mondani. Ma is én úgy vettem észre, hogy nagy kedvel, egy rossz passzom nem volt, szerettem volna még játszani, és egy embert cseréltek fél időben engem. Nem lehet, hogy a hétvégi haladás meccs miatt volt, hogy igazából ez egy elég létfontosságú meccs lesz? Minden meccs létfontosságú, de semmi köze hozzá.